Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó összes kedves megjelent képviselőjét. A fogyasztóvédelmi eljárás végén megtiltanánk a rendszerhasználati díjak kivetését azoknak a cégeknek, akik esetében valódi szolgáltatást nem áll ezek mögött, tehát csak lehúzzák az embereket, lehúzzák a polgárokat. A Volt, a Foodora és nagyon sok ételrendelő cég esetén, ha az ember egy megrendelést szeretne foganatosítani, azt látja, hogy minden egyes rendelésére 150 forintos egységes rendszerhasználati díjat számolnak fel ezek a cégek, és ha az ember ráklikkel a kis i betűre az információs ikonra, akkor azt látja, hogy azért fizeti a rendszerhasználati díjat, hogy új funkciókkal bővíthesse a cég a szolgáltatásait, vagy éppen magas színvonalú ügyfélszolgálatot nyújtson, ami egyébként törvényi kötelezettsége minden hasonló társaságnak. Hetekkel ezelőtt ezt elmondtam a parlamentben, az volt a célom, hogy egy fogyasztóvédelmi eljárást indítson valaki végre valamilyen módon ezeknek a cégeknek a visszaéléseivel szemben. Üdvözlöm és nagyon örülök annak, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium elérte, hogy legyen ilyen fogyasztóvédelmi vizsgálat. A vizsgálat végén ugyanakkor a legjobb esetben is csak valami fajta bírságösszeget vetnek ki azokra a cégekre, attól félünk, hogy néhány óra vagy egy-két nap alatt visszakeresik ezt az összeget, és folytatják a polgárok, a fogyasztók lehúzását. Éppen ezért a Jobbik azt szeretné elérni, hogy tiltsák meg a hasonló cégeknek a költészeti tevékenységbe illő rendszerhasználati díjak ilyen módon való alkalmazását, tiltsák meg azt, hogy vásárlásonként 150 forinttal lehúzzanak minden magyart, a törvény erejével tiltsuk meg, hogy ezt tehessék, ha nincsen mögötte szolgáltatás. Végső soron pedig nézzük át az összes rendszerhasználati díjat a szolgáltatóiparban, a vendéglátóipari cégek tekintetében és a költészeti műfajba tartozó, a szolgáltatáshoz egyáltalán nem kapcsolódó használati, rendszerhasználati díjakat szüntessük meg. Ez tehát egy fogyasztóvédelmi minimum, amit szeretnénk elérni. Nagyon örülünk annak, hogy a fogyasztóvédelem frontján végre előrelépés tapasztalható, de ne elégedjünk meg a vizsgálatokkal, ne elégedjünk meg az esetleges bírságokkal, a törvény erejével tiltsuk meg a visszaéléseket nem csak ezeknek a cégeknek, minden multinacionális hálózatnak, amely Magyarországon látható módon visszaér a fogyasztók bizalmával. Lábjegyzetként teszem hozzá, sokunkat különösen irritál az is, hogy amikor kihozzák az ételszállító cégek az ételeinket, 90%-ban külföldi futár teszi meg ezt, és nagyon sok esetben nem beszél magyarul az, aki egy teljes mértékben alapfokú szolgáltatást kellene, hogy ellásson irányunkba Magyarországon. Ezen különösen irritáló jelenséggel szemben is lesznek javaslataink. Elképesztő például az, amikor Budapest belvárosában rendel valaki egy kávét, és a rendelését olyan ember veszi fel, aki nem tud magyarul, csak idegen nyelven beszél, és minket is erre kényszerítenek a saját szülőhazánkban, a saját szülővárosunkban, de összességében haladjunk lépésenként, első lépésként a rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos visszaéléseket, nem csak vizsgálattal, de a törvény erejével meg szeretnénk szüntetni. Így módon álláspontom szerint több száz millió, de akár több milliárd forintot tudunk visszacsoportosítani a magyar emberek zsebébe, a visszaéléseket foganatosító multicégek zsebéből. Köszönöm a figyelmet, és amennyiben bármilyen kérdés felmerül, természetesen állok rendelkezésre.